Mit tetszik szólni ahhoz, hogy most már bármikor lehet jönni vásárolni? Hála jó Istennek. Mennyire tartotta hasznosnak ennek a bevezetését, az vásárlási időság bevezetését? Én nagyon hasznosnak tartottam, úgyhogy végtelenül, mert minélkünk ilyen időseknek, úgyhogy ez nem volt jó így eddig. De most már azért jóval könyv. Jó van. Mikor bemondták, hogy jöhetünk, én nagyon örültem neki, indultam is útnak rögtön. Nagyon szépen köszönjük, jó egészséget! Szerintem ez pont jókor jött, mert már az emberek nagyon belefáradtak. Uh-huh. És akik jöttek, már nagyon sokan örültek neki, hogy most már ugyanúgy jöhetnek bármely időpontban, nincs korlátozva senki sem. Egyedül már csak a maszk használatra kell odafigyelni, de az ajtóban figyelmeztettek ezzel kapcsolatban. Persze, szólnak mindenkinek, igen. Hát bízunk benne, hogy mindenki betartja a szabályokat, de ez már nagyon nagy öröm mindannyiunknak. Nagyon nehéz volt ez az időszak. De kibírtuk valahogy. Kibírtuk, köszönjük. Nagyon nehezen, de kibírtuk. Sok bevőt kívánunk. Köszönöm szépen! Kezi Csukon, megkérdezhetném Öntől azt, hogy hogyan fogadta, hogy eltörölték a vásárlási idősávokat itt Tegerben is? Szerintem jobb lenne, ha már eltörölnék. Már el van törölve? Azt tudta? Nem. Itt nem. A piacon még most egy kapus beengedés van jelenleg, de viszont már önök is bármikor mehetnek vásárolni. Ez egy jó hír azért. Szerintem igen. Jó, köszönöm, kész Csukon. Az elején nehéz volt, mert a pánik hangulat kialakulása végett, pánik hangulat ki is alakult. Emiatt az emberek gyorsan elkezdtek vásárolni, felvásárolni, majd jöttek ugye a különféle jogszabályok, hogy időkorlát, idősáv, maszk használat, gumikesztyű, egyebek használata, és úgy az időkorlátot azért megéreztük régen teljesen, főleg az idősek idősávjában vonatkozó időkorlátot. Most már azt szeretnénk végre, hogyha minden helyre állna, mint régen a vírus előtt, és szeretnénk, hogyha most már itt az Egri Piac csarnokban is az összes bejáratot megnyitnák, hogy mindenki egyenjogúan érvényesülni tudjon, mint a húsos, mint a teljes, mint a büfések, és mindenki, aki bent árul, aki kint árul, egyforma legyen a málna szedés, ugyebár. Örülök neki, hogy végre olyan döntés hoztak, ami a lakosság és a vevőknek kedvező, a régmúlóan. A fiatal ember jobban tud beszélni. A fiatal ember mit szól hozzá, hogy eltörölték a vásárlási idősávot? Hát én csak ennek örülök, tehát igazából bármikor nincsen korlát, tehát akkor amikor kilépek a küszöbről a kapun, akkor gyakorlatilag nincsen korlátom. Ő szerint hasznos volt, hogy bevezették annak idején ezt az idősávot? Ja, az idősávot? Igen, az idősek védelmében. Akkor igen, igen. Most már nem. Tehát most már nem tartom jónak, de most már nincs is. De akkor, amikor bevezették, akkor igen. Kicsit könnyebb lett az élet azóta, pár órája. Hát ennyi. Köszönjük szépen. Mennyire tartja a jó ötletnek ezt, hogy eltörölték ma reggeltől? Időszerű. A bevezetését hasznosnak tartotta egyébként? Igen. És hogy telt az elmúlt időszak? Hogyan sikerült alkalmazkodni ehhez az idősághoz? Fegyelmezetten. Nem nagyon volt más választás. Köszönjük szépen, jó egészséget! Köszönjük.